Káoszban lehet a vendéglátás az új antakrendszer bevezetése miatt. Az elmúlt években már volt halasztás a vendéglátóipari szektorra, hogy a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba a kötelező adatszolgáltatást a vendéglátóipari szektor és a turisztikai attrakcióban résztvevők teljesítsék. Azonban az elmúlt hetekben, hónapokban beindult az a láz, ami az adatszolgáltatás kötelező teljesítése miatt mindenkit izgat. Hogyan fogják tudni teljesíteni a vendéglátóipari szektor szereplői ezt az adatszolgáltatást, úgyhogy a kormányzat nem biztosítja a megfelelő eszközöket az adatszolgáltatás teljesítéséhez. Egyes vendéglátóipari szereplők arról számoltak be, hogy ennek a rendszernek a kifejlesztése akár több millió forintot is felemészthet, amely a kisvállalkozásokat, a falusi kiskocsmákat leginkább meg fogja viselni, hiszen nem tudják előteremteni ezt az összeget, ugyanis a vendéglátóipari szektor is megsínyli az általános gazdasági recessziót. Ezek a beruházások, amelyek az ENTAK rendszer bevezetése miatt kötelezőek, azt mutatja mindannyiunk számára, hogy nem felkészült még a rendszer, hogy ez működni tudjon. A kormányzat, vagyis a Magyar Turisztikai Ügynökség kifejlesztett egy ingyenes szoftvert az adatszolgáltatás teljesítéséhez, azonban ez a szoftver nem biztosít minden olyan lehetőséget, amellyel ez teljesíthető, így a vendéglátósoknak legtöbbször egy fizetős szoftver kell majd használniuk. A Jobbik konzervatívok úgy gondolja, hogy a vendéglátóipari szektor nem készült fel még erre az adatszolgáltatásra, és így azt javasoljuk, és törvénymódosítást fogunk benyújtani annak érdekében, hogy ez az időpont, amely 2023. július 1-ével a nyár kellős közepén lépne határidőbe, ennek a határidejét csúsztassák el, és 2024. január 1-e előtt ne lépjen hatályba. Illetve kezdeményezzük azt is, hogy azon tevékenységet végző vendéglátóipari szereplők esetében, amelyeknek az árbevétele éves szinten a 12 millió forintot nem haladja meg, azaz alanyi adómentes adózónak minősülnek, számukra ne legyen kötelező az ENTAK adatszolgáltatás. Hiszen úgy látjuk, hogy ez aránytalanul magas terhet ró a vállalkozások számára, különösen akkor, hogyha ezt a vendéglátóipari egységet kisvállalkozásként, családi vállalkozásként egy-két személlyel üzemeltetik. Ugyanis nem csak eszközigénye van ennek az adatszolgáltatásnak, hanem humán erőforrás igénye is. Úgy látjuk és azt tapasztaljuk a vendéglátóipari szektor szereplőitől, hogy aránytalanul magas teher az, hogy hozzá azt a humán erőforrást tudják biztosítani, amely a kötelező adatszolgáltatás végzéséhez elengedhetetlen. Bízunk benne, hogy a kormányzat átgondolja, és a törvénymódosítási javaslatunkat támogatni fogja, és a kötelező adatszolgáltatást nem vezeti be most július 1-től. Ez fontos hangsúlyozni, hogy ez egy szombati nap lesz, és a magyar vállalkozóknak egy jelentős része az utolsó utáni pillanatra fogja hagyni az ENTAK rendszerbe való belépést, így az is előfordulhat, hogy július 1-én az ENTAK rendszer akár leáll, hogyha nem tudja az adatokat fogadni. Ebben az esetben óriási problémát okozhat, és talán a vállalkozásoknak ez lesz majd a legnehezebb, hogy a törvényben előírt kötelezettségeket határidőben teljesítsék. Így tehát azt kérjük a kormányzattól, és ennek érdekében a törvénymódosítást be fogjuk adni a mai napon, hogy még július 1-e előtt vegye tárcsolozatba, tárgyalja és fogadja el, segítse ezzel a kisvállalkozásokat, segítse ezzel a vendéglátóipari szereplőket.